Nagy volt a nyüzsgés az újhatvani római katolikus általános iskolában október 31-én, ugyanis a Fut60 csapata Halloween futásra invitálta a testmozgás szerelmeseit. A résztvevők közösen készülődtek, hátborzongató sminkekkel és állarcokkal igyekeztek elérni, hogy igazán rémisztő látványt nyújtsanak. A táv 5 kilométer volt, ám fodros szoknyában, menyasszonyi ruhában és maszkban kicsit nehezebb ezt megtenni, mint a szokásos sportfelszerelésben. Cmorák Piroska elmondta, a program célja, hogy a közösségi futással új élményt nyújtsanak az embereknek. A célja tulajdonképpen egy bulifutás, hogy megmutassuk a városnak, a környékbeli településeknek, hogy mennyire szeretünk futni, mennyire szeretünk itt élni, és hogy mennyire jól lehet futni csapatban, illetve milyen jó alkalmakat lehet találni, akár beöltözve futni egy kört a városban, vagy csak magányosan is, de csapatban még úgy gondolom, hogy még jobb futni. A futók a közös bemelegítés után elsőként a biciklis kalandpark felé vették az irányt, majd a belvároson áthaladva a Városháza volt a cél, végül a kiindulási pontnál találkoztak. A Fut60 csapat tagjai a jövőben is terveznek hasonló eseményeket. November 9-én például a Bátortábor részére szerveznek jótékonysági futást.